Kedves testvéreim, ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus a halálból életre támadt, az egyház meghívja az egész világon szerte élő gyermekeit, hogy virrasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk husvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és feltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, és vele együtt élünk Istenben. Könyörögjünk, Istenünk, te szent fiad által, isteni fényességet, tüzét adtad híveidnek, kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, és a husvéti ünnepek kegyelmeivel, mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég, ő az alfa és ő az omega. Övé az idő és övé az örökké valóság. Övé a dicsőség és övé a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Szent és dicsőséges, sebb helyei által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen. Amen. A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát. Krisztus világossága, Isten
Azt
Úgy is történt.
Thank you.
Könyörögjünk, mindenható örök Isten, Te minden végzésedben csodálatra méltó vagy, segítsd megváltott népedet annak megértésére, hogy az egész világot megteremtened nem volt fönségesebb, mint az idők teljességében áldozatul adnod Krisztusért, a mi húsvéti bárányunkat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Nagyon megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez. Miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, és válaszd ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, s akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraót, egész seregén, harci szekereit és lovasait. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraót, a szekereit és a lovasait. Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt jár, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhő oszlop, amelyik előttünk volt, mögöttük ereszkedett le, és az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, és az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tenger és kiszárította. A víz ketté vált, és Izrael fiai a száraz tenger fenéken átvonultak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, és a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa, utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és felhő oszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére, és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdett. Meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez. Nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeletkor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodotta őket a habok közepébe. A víz visszaömlött, és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közül. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat, ha holtan feküdni a tengerpartján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakon véghez vitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak. Amen.
Könyörögjünk! Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által, a nemzetek üdvösségére kérünk, juttasd el az egész világot választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára, Krisztus a mi Urunk által. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Az Úr így szól Jeruzsálemnek. Maga a Teremtőd lesz hitvese, a seregek ura az ő neve. Izrael szentje lesz megváltó, akit az egész föld Istenének nevez. Igen, visszahív téged az Úr, mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszony, mint ifjúkorban eltaszított feleséged, a te Istened mondja ezt. Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, de most nagy irgalommal visszafogadlak. Amikor haragom fölgerjed, egy pillanatra elrejtettem előled arcodat. De most örökre szóló irgalommal megkönnyörülök rajta. Az Úr mondja ezt, te megváltod. Úgy vagyok most, mint Noé napjaiban, amikor megesküdtem, hogy Noé vízözöne nem borítja el többé a földet. Ugyanígy esküszöm, hogy többé nem haragszom rá, és nem fenyítelek meg, mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el téged. És veled kötött békeszövetségem nem inog meg soha. Az Úr mondja ezt, aki megkönyörült rajtad. Ó, te szegény, akit annyi vihar tépett, és akinek nincs vigasztalása. Íme drága kövekre helyezett falaidat, és zafirokra rakom le alapodat. Rubinból csinálok neked bástyákat, kristályból kapukat és drága kövekből falakat. Fiaim mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeimnek. Igazságosság lesz az alapod, és elkerül a nyomorúság, nem kell hát semmitől sem félned, elkerül a rettegés, hozzád nem is közelítmed. Ez az Isten. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, neved dicsőségére sokasítsd meg azt, amit az ősatyák hitére megígértél, növeld az ígéret fiainak számát, a gyermekké fogadás szent kegyelme által, hogy egyházad egyre inkább lássa mindannak beteljesedését, aminek jövendőbe következésében az ősatyák sohasem kételkedtek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát, Urunk feltámadásának fényével beragyogod, kérünk, éleszt föl egyházadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre kerülünk. Mert ha a halálának hasonlatosságában egyben öltünk vele, akkor feltámadásában is egyet veszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi ember bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljon többé a bűnnek. Aki így meghal, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg, a halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten cím. Isten. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták.
még fel sem mocsottak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Ilyetükben a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámad. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az ember fiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnapra feltámad. Erre eszükbe jutottak ezek a szavak. A sírtól visszatérve mindez hírül adták a 11-nek és a többieknek. Mária Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária és néhány más velük lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek neki. Péter azonban menten a sírhoz jutott. Benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen elcsodálkozott a történteket és hazament. Ezek az evangélium igény. Kedves testvérek, kedves ünneplő közösség, végre megérkeztünk, végre itt vagyunk, és húsvét van, Krisztus feltámadt. Véget ért a hosszú böjti időszak, és a böjt az olyan, mint az életünkben egy utazás, hogy elmegyünk, egy kicsit máshova, más környezetbe, és kicsit máshogy éljük az életünket, mint addig. A fő dolgok megvannak, de mégis valami más, valami új történik. A nagybőjt az arra való, hogy kondicionálom, erősítem magamat, és készé teszem magam arra, hogy Isten tegyen velem az ő akarata szerint. Mi csodálatosan hallhattuk a Szentírásból az Isten népének a történetét, az üdvösség történetét, a kezdetektől, a teremtéstől kezdve, a szövetség kötésen át, a szabadítást is belevéve, egészen ugye Krisztus Urunk feltámadásáig. Elhangzik nagy pénteken a kereszten, hogy beteljesedett, és három nap múlva pedig beteljesedett harmadnapra feltámadt Jézus. Hogyha úgy nézzük az életet, mint egy állandó tanulást, hiszen az is, főleg nekünk, hívő embereknek, Krisztusban hívőknek, ugye az életünk egy egyesülés, az egyesülés útja az Úr Jézussal, akkor azt lehet mondani, ha tanulók vagyunk, akkor az egyik tantárgy, amit meg kell tanulnunk, az a kapcsolatok. A Jóistennel való kapcsolat, az emberi kapcsolatok, de saját magammal való kapcsolatom is. És ugye az élet, a gondviselés adja a leckéket napról napra, jönnek örömök, szép dolgok, sikerek, kudarcok, próbatételek. És ha nem tanulok meg egy leckét, akkor a gondviselés újra meg újra feladja azt nekem. Néha, ha nem vagyok jó tanuló, akkor osztályt kell ismételnem. Ugyanazokkal a személyekkel, néha egy új emberrel,
de a régi megoldatlan problémával, próbatétellel, egészen addig, amíg nem tanulom meg. Nagyon jó példa van ebbe a vonatkozásban, a Szentírásban, hogy amikor 40 évig a pusztában vándoroltak, ha megnézzük azt a távolságot, akkor nem lett volna indokolt az a 40 év. Földrajzilag meg tudták volna tenni azt a távolságot nagyon rövid idő alatt, de meg kellett tanulniuk mindazt, amire szükségük volt az élethez. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye mi imádkozunk, és napról napra imádkozunk, sőt, az életünk maga egy imádság, az is egy imádság, hogy ide eljöttünk. Az is, hogy innen kilépve a templomból a feltámadt Krisztus örömét, békéjét, üdvözítő szeretetét visszük magunkkal. Hiszen Krisztus feltámadása előre vetíti azt, hogy majd amikor véget ér a mi csodálatos életünk, akkor majd mi is föl fogunk támadni. Az lehet, hogy még odébb van, de lehet, hogy közel, nem tudjuk. De ez ad reményt, ez ad erőt, ez ad békét, ez ad bizakodást, szeretetet a szívünkbe, hogy rá tudjunk hagyatkozni. És ha így nézek mindent, a feltámadás hitével, az üdvösség reményével, akkor tudom azt, hogy ha én imádkozom, és kérek valamit Istentől, ha az, az ő akarata szerint az én üdvösségemet szolgálja, vagy másokét, akkor azt meg fogja adni. De még mielőtt megadná, fel is készít rá, átalakít engem. Alkalmassá tesz arra, hogy amikor megadja az én kérésemet, teljesíti azt, akkor én azt úgy tudjam fogadni, hogy az nekem vagy másnak a lelkem javára, üdvösségére váljék, akár itt és most is, amikor eljöttünk ide, és elhoztuk magunkat, és magunkkal a mi imádságainkat is. Kedves testvérek, kedves ünneplő közösség, Jézus keresztje és feltámadása megmutatta, hogy ő a világ közepe. Jézus. És nem én. Nem én, aki élem az életemet, mert ha úgy gondolkodom magamról, hogy én vagyok a világ közepe, vagy legalábbis a saját világomnak a közepe, akkor nem tudok egy boldog, teljes életet élni. Nem tudok elégedett lenni. Mert azt gondolom, hogy nekem, egyedül nekem kell kézben tartanom mindent. Nekem kell megoldanom mindent. Csak magamra számíthatok. Ha mellőznek, akkor én nem vagyok fontos. Akkor engem nem szeretnek. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy Krisztus a világ közepe, és az én személyes világomnak is a közepe, akkor pedig ott van az, hogy rá tudok hagyatkozni. Kedves testvérek, még mi hívő emberek is gyakran esünk abba a hibába, hogy a boldogságot, az örömöt, az élet értelmét, mindent úgy mérünk, hogy magunkon kívül, kézzel fogható,
látható, tapasztalható, érezhető és felfogható dolgokra gondolunk. És ilyenkor az történik, hogy ha valami nem sikerül, ha valamit elveszítek, ha valamit nem tudok teljesíteni, ha hibázok, akkor már nem kerek, már nem egész az én életem. Már nem tudok boldog lenni. Akkor úgy működöm, hogy azt gondolom, amíg nincs semmid, attól félsz, nem is lesz. Ha már van, attól rettegsz, valaki elveszi, vagy valamiért elveszítesz mindent. Amíg nincs senkid, attól félsz, nem is lesz. Ha már van, attól rettegsz, valaki elveszi, vagy valami miatt elveszítheted őt. Ugye minden félelem valójában a veszteségekről szól. Pedig, ugye Jézus, főleg a mai éjszakán, megtanította és tanítja, minden a szeretetről szól. Értünk adta önmagát. Értünk és mindenkiért. Értem, de a mellettem lévő emberért is. Értem az én családomért, de még az ellenségemért is. De még az utolsó emberért is, akit annak tartok, vagy akit a közvélemény tart annak. És hogyha belegondolunk, mennyire egyszerű ez, hogy Jézus ugye itt a Szent Három nap alatt milyen szépen, fokozatosan adja át önmagát nekünk, értünk, velünk. Ugye, hogy ott van a nagy csütörtök, amikor eledelül adja magát nekünk, önmagát. Hogy az Isten olyan módon van jelen az életünkben, hogy egyesül velünk. A szent áldozásban. Aztán ott van a nagypéntek, amikor föláldozza magát értünk, hogy elvegye a bűneinket, hogy megszabadítson minden akadálytól, ami utunkban áll, ami az üdvösségünk útjában van. Hogy Jézus fölviszi a mi bűneinket a keresztre, de a szenvedéseinket nem veszi el. És a húsvét, a feltámadás pedig, hogy beszél arról Jézus, hogy én vagyok az ajtó. Hogy ugye megjelenik feltámadott alakban. Megmutatja, hogy mi történik majd velünk. Az jut eszembe, amikor az idős szüleimre gondolok most, hogy egész életüket végig dolgozták értünk. Értem és a testvéreimért. Mindent megadtak nekünk. És valahol az életükkel, a példájukkal, a szeretetükkel túlmutattak ezen a világon. Olyan egyszerű ez, de mégis, ahogy Vas Albert írja, jó hiszeműségkel, tiszta gyermeki lélek. Vas Albert így ír erről. Egy tiszta kis lélek meglepett fölismerése.
hogy az emberek jók, hogy mindazon sok rossz mellett, ami a világban történik, az emberek mégis jók, valahol mélyen bent, csak éppen, hogy ritkán mutatják meg azt, ami ott bent van. És ugye Assisi Szent Ferenc úgy köszöntötte Umbria lakóit, hogy jó napot, jó emberek! Milyen szép ez a köszöntés! És Krisztussal, a feltámadás hitével, egy velejárva az utamat, felismerem, amikor helyzet van. Felismerem azt, amikor nincs ott a szeretet, amikor nem vagyok én ott, amikor Krisztust kell adnom. Ugye reggel, amikor fölébredek, akkor imádkozom magamért, és imádkozom azokért, akikkel a mai napon találkozni fogok. És amikor helyzet van, történik valami, bármi, a legkisebb, legegyszerűbb találkozás, örömteli, vagy egy megoldásra váró helyzet, helyzet van, ott is imádkozom. És este, amikor véget ért a nap, visszagondolok erre, és megint imádkozom, hogy az egész életemet és minden helyzetemet körül öleli az imádság. Isten szeretetében élek. Jézus Krisztus szenvedése, kereszthalála és feltámadása a legnagyobb öröm és a legnagyobb boldogság. Azért vagyunk itt, kicsi gyerekek is, meg mi felnőttek is. Mert Jézus szeretete a legfontosabb és a legértékesebb számunkra. Ő tanúságot tett az ő végtelen szeretetéről, és visszajött értünk. És velünk van minden nap a világ végéig, és segít bennünket, hogy az ő szeretetét élve adjuk tovább. Ebben segítsen minket ez a húsvéti ünnep. És még mielőtt kimondanám az áment, adnék egy házi feladatot is. És hát ez egy ilyen szorgalmi feladat. Én arra hívom a kedves testvéreket, szépen mondva, éteren innen és éteren túl, hogy most a húsvét alatt, így a szombat este éjjel, vasárnap, hétfő, 15 dologért adjunk hálát a Jóistennek. 15 dolgot köszönjünk meg a Jóistennek. Hogy miért 15 dolgot? Azt gondoljuk át. Amen. Jesus, 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 Jes
Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi jelekben csodálatos dolgokat művelsz, s a víz által számos tanítást adtál, hogy megértsük a keresztség kegyelmét. A te lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén, hogy a víznek már akkor megszentelő erőt adjon, az újjászületés módját pedig a vízözön által jelezted előre, Istenünk, hogy egy azon víznek titokzatos ereje vessen véget a bűnnek, és legyen az erényes élet kezdete. Te, Istenünk, száraz lábbal vezetted át a vörös tengeren Ábrahám fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló néped a megkereszteltek előképe legyen. Szent fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szent Lélek ereje, majd midőn a kereszten függött, a vérrel együtt oldalából víz fakadt, és feltámadása után tanítványainak parancsba adta, menjetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Most tekints egyházadra kegyesen, és jóságod nyissa meg számára a keresztség forrását. A Szent Lélek adja meg ennek a víznek egy szülött fiat kegyelmét, s az ember, akit képmásodra alkottál, a keresztség által az ősbűn szennyétől tisztára mosva, vízből és Szent Lélekből új életre szülessék. Add, Urunk, hogy fiad által szálljon le ebbe a vízbe a Szent Lélek ereje, hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vizében, életre is keljenek ő vele, Krisztus, a mi Urunk által. Esedezve kérjük, kedves testvéreim, Istenünket, Urunkat, hogy áldja meg kegyesen ezt a vizet, melyet keresztségünk emlékére hintünk magunkra, és adjon nekünk jóságosan megújult életet, hogy hűségesek maradjunk Szent Lelkéhez, akit tőle kaptunk. Add kegyelmedet, Urunk Istenünk, e húsvéti szent éjszakán vérasztó népednek, hogy amikor megemlékezünk csodálatos teremtő és még csodálatosabb megváltó művedről, jóságot tegye áldotta ezt a vizet számunkra, mert arra teremtetted, hogy termékenységet adjon földünknek, felüdítse testünket és tisztára mossa, de irgalmas szeretetet szolgálatára is vizet rendeltél, mert víz által oldottad meg a vörös tengernél néped rabságának bilincsét, és szomját is vízzel oltottad a pusztában. A proféták azt az új szövetséget hirdették, amelyet az emberekkel víz által akartál megkötni, és megromlott emberi természetünket végül is újjáalkottad, az újjászületés fürdőjében a víz által, amelyet a Jordán folyóban Krisztus megszentelt. E víz legyen keresztségünk felvételének emléke, és együtt örvendjünk testvéreinkkel, akik világszerte ma részesülnek e szentségben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Kedves testvéreim, a húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. Ezért a nagybőjt 40 szent napjának megtartása után újítsuk meg keresztségi fogadásunkat. Ebben egykor ellene mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus anyaszentegyházban Istennek szolgálunk. Éppen ezért most megkérdezem, ellenem mondotok-e az ördögnek? Ellenem. És minden cselekedetének? Ellenem. És minden csábításának? Ellenem. Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, mennyi és föld teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk, vízből és szent lélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, az örök életre. Imádkozunk testvéreim, mennyei atyánkhoz, aki szent fia föltámasztása által új életre hívott meg bennünket.
Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el népet könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, és eljussunk az örök életre, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk téged, de különösen ezen a szent éjszakán. Mid ön áldozattá lettértünk, Krisztus, a húsvéti bárány, mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül énekli. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével, éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett,
csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő tisztaságos jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, György és Mihály püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Béke veled. Béke. Thank you.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez, add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Krisztus, ami húsvéti bárányunk, már feláldozta önmagát, üljük meg a tisztaság és igazság kenyerével a húsvéti lakomát. Halleluja! Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, ára szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassza egy atyai jóságod. Krisztus, ami Urunk által. Szeretném megköszönni az énekkarnak a szolgálatát, illetve mindazoknak a segítségét, akik bármivel is hozzájárultak a Szent Háromnak és a Húsvét megünnepléséhez. Búzaszentelés lesz jövő vasárnap a 3.49-es szentmisén. Obodai beiratás lesz a Szent Rita Katolikus Obodában 2019. április 23. és 24-én. Ne felejtsük el, hogy adunk 1%-ával, idén is rendelkezhetünk. A Szekszárdi Szent József Iskola Központ Szent Rita tagobodája pályázatot hirdett óvodavezetői, illetve német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére. A munkavégzés helye Szekszárd Szent Györgyi Albert Bölcsődéhez. Foglalkoztatás jellege teljes. 20-os zarándoklatot szervezünk Mária Gyüdre, május 11-én szombaton, 16 órakor. Szekszárdból indulás a templom mellett. Jelentkezni a befizetett összeggel lehet. Felnőtteknek 1000 forint, gyermekeknek 500 forint.
minisztránsok ingyen jelentkezése a plébánián hivatali időben. Április 28-án Isten irgalmasság ünnepén délután 5 órakor szentségimádást tartunk a Jézus szíve családok vezetésével. Szeretném én is megköszönni mindenkinek, aki akár a húsvét előtt, akár a mai napon szolgálatával, adományával, imádságával, bármilyen módon segítette ezt a Szent Három napot. És külön kiemelve ugye a szolgálattevőket, akár a kórust, akár a díszítőket, sekrestyéseket, kántorurat, minisztránsokat, diakónust és mindenkit, ugye. És hát én elkezdeném a leckét, amit feladtam, ugye a 15 dolog, amit megköszönünk a Jóistennek. Én köszönöm a Jóistennek a kedves testvéreket, a hitüket, a szeretetüket, a ragaszkodásukat Jézushoz, és így ezzel a hálával a szívemben Isten felé fordulok önökhöz, és kívánok mindenkinek áldott, boldog, békés, kegyelmekben és szeretetben gazdag húsvéti ünnepet, és a családtagoknak is, és mindazoknak, akik ugye nem lehetnek most itt köztünk, de akár a televízióban nézik majd, és akár betegágyban feküdve, vagy bármilyen más módon lelkileg kapcsolódnak hozzánk. És most a Szent Mise végén kérjük a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Amen. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Miután pedig a hit által új életre támadtok, fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen. Amen.